A víziközmű ágazat aranykorszakaként értékelte az elmúlt évtizedet V. Németh Zsolt víziközmű ágazatért felelős államtitkár. Kiemelte, az elmúlt évtizedekben jelentősen javult az ivóvíz minősége, az uniós csatlakozáskor több mint 360 olyan település volt, ahol nem volt megfelelő ivóvíz, ezek száma már a 11-re csökkent. Hozzátette, a szennyvíztisztító telepek száma duplájára, 880-ra emelkedett, így ma már a háztartások 83,5%-a szennyvízelvezetéssel ellátott. Ugyanakkor vannak még megoldandó feladatok, és a víziközmű ágazat is humán erőforrás gondokkal küzd. Amikor sokan kongatják a végszarangot, egyébként helyesen, hogy a hatalmas fejlődés mellett a víziközmű hálózat az annak is az ivóvíz hálózat az előregedett, és egy nagyszabású programot kell indítani, ennek a tervezése folyamatban van, tehát szeretnénk, ha az elkövetkező évek, évtizedek azok egy rekonstrukciós programról szólnának, amellett nagyon sokan az ágazat felelős vezetőihez jelezik, hogy bizony a humán erőforrással legalább akkora baj van, ha nem nagyobb. Ez azt jelenti, hogy a 21 ezer dolgozott foglalkoztató ágazatban jelentős a fluktuáció, elég nehéz megtartani a munkaerőt, egyébként e tekintetben is példaértékű a nemzeti vízművek tevékenysége, hiszen az integrációban résztvevő társaságoknál működtetünk egy felzárkóztatási programot, bérfelzárkóztatási programot is, de amellett látnunk kell, hogy az a korfa, ami jellemzi az ágazatot, az aggodalomra ad okot, hiszen az 5 éven belül nyugdíjba menők száma az mindegy 7%-a foglalkoztatottaknak, tehát 1500 ember körül van az a szakmunkás vagy szakember, aki kikerül ebből a rendszerből, tehát pótolnunk kell. A sajtótájékoztatón elhangzott, az iskolarendszerű képzés nem biztosítja a víziközmű ágazat specifikus ismereteinek oktatását, ezért példaértékű a most aláírt partnerségi együttműködés, amely duális felnőtt képzés keretében vállalati környezetben gyakorlatorientált formában juttatja el a résztvevőket a szakmai bizonyítvány megszerzéséig. Nekünk meg kiemelt feladatunk és célunk az, hogy minden igényre, ami munkaerőpiaci oldalról megjelenik képzési igény, arra mi reagáljunk, és amilyen rugalmasan tudunk, úgy reagáljunk. Ez a rugalmas reagálás ebben az esetben azt jelenti, hogy víz és csatorna műszerelő képzésre volt igény a cég részéről. Ezt kellett megszervezzük, lehetőleg úgy, hogy minél kevesebbet vonjuk ki a dolgozókat a napi szintű munkavégzésből, hiszen ugye az a cég számára is egy jelentős kiesés. A másik része pedig, hogy úgy tegyük meg mindezt, hogy közben azért fel is készüljenek arra, ami majd a szakmájuk, illetve amit most gyakorolnak sok esetben már, és a tapasztalati tudásuk sok esetben megvan, viszont ezt meg kell erősíteni, egy picit rendszerbe tenni. Na, ez történik most, és ennek az izgalma még az, hogy mindezt úgy csináljuk, hogy a Mezőföldvíz Kft. Duális képzőpartner, és mint duális képzőpartner végzi a dolgozók képzését, szakirányú képzését. Az oktatókat is úgy kerestük, hogy ehhez a területhez csatlakozzanak. Itt is kialakult az a jó partnerség, hogy a cég biztosít számunkra szakembereket, akikkel mi ezt az oktatást tudjuk végezni. Most az elméleti és a gyakorlati oktatás így teljes mértékben összhangba kerül, együtt valósul meg, azaz nem válik el nagyon szigorúan az a tantermi, kicsit száraz elmélet a napi szintű gyakorlattól, hiszen amikor dolgoznak, és pont ez a duális képzésnek az egyik lényege, hogy amikor dolgoznak, akkor közben tanulnak is, és közben tudják az elméleti részeket is az ott levő kollégák, oktatók segítségével megtanulni. Süli János országgyűlési képviselő elmondta, a térségben a víziközmű ágazat számára is bőven adott, és a jövőben is ad feladatot a Paks 2 beruházás. A víziközmű ágazat egyre nagyobb innovációs tevékenységeket kell majd végrehajtani, okosméréstől elszámolásig mindenféle dologba erősítenünk kell magunkat. A létesítmények létesítéséhez, karbantartásához pedig olyan szakmunkás gárdával kell rendelkeznünk, aki mindig megfelel a kor követelményeinek.
Tudjuk, hogy az ágazatban, mint ahogy államtitkár úr is elmondta, rengeteg fejlesztés várható, ezen belül Pakson kifejezetten sok fejlesztésre számítunk, hisz az erőmű kiszolgálása, Paks 2-es erőmű kiszolgálása ma is már ott feladatot, az elmúlt időszakban is voltak feladatai mezőföld részménynek, hál' Istennek, mert a Kalucsa-Paks hídhoz kapcsolódó közműkiváltások, de ugye megjelentek más üzemek is a megyébe, Pannon Bio, Bajda papírgyár, ezeknek is a vízszennyvíz kezelésére közre kellett működni, tehát feladat van bőven, ehhez ugye szakmunkás gárdával rendelkeznünk kell, és a szakmunkást az pedig olyan környezetben szeretnénk, mint ahogy kancelláros úr is elmondta, ez felnőtt képzés, lehetőleg legkevesebbet kiszakítani a munkahelyről, a családtól, de mégis a kornak a legújabb dolgaival megismertetni őket, hisz ezeket a tudásokat, mint mondtam, bőven kell majd használni a Paks 2 kiszolgálás. Ide érkezik több ezer ember, itt az már a tervezés stádiumában van, lassan készen is vagyunk azokkal a tervekkel, ami a környékbeli települések, illetve Paksnak a vízellátás, szennyvízkezelés, erre a fokozott igénybevételre kialakítjuk, és az majd, ahogy a tervekkel készen vagyunk, úgy kivitelezni is kell, tehát ebbe is be tudnak szállni a kollégák. A most szeptemberben indított képzésen 68 vízi közmű dolgozó vesz részt, akik sikeres vizsga esetén 2024 őszén vehetik készhez víz- és csatorna szerelő szakmai bizonyítványukat. Az őket foglalkoztató társaság szakképzett fizikai dolgozóinak aránya ezzel 16,6%-ról 40%-ra emelkedhet, és ez a cég elvárása szerint a szolgáltatás minőségének javulását is eredményezheti a jövőben.